Да, Фраго, слёгкие, то вот так би. Thank you. Фуна Естер. Тумпек Ференц. Узбарай Нумуаз. Ez úgy lett volna, hogy a Tóth Árpád szülőanyja is. A mai vendégünk pedig Nagy Bandó András. Megkérlek. Egy óra, 10 perc alatt visszaül a helyét. Arra gondoltam, hogy tényleg feladom a leckét. Pécsi a történet, majdnem 2 éves. Január 2-án lesz 2 éve, hogy ez történt. Teniszezni mentem, ahogy szoktam. Visszafelé jövet, beálltam a Jeffik úthoz, vagy Jethez, ahogy tetszik, itt a reklám helyett. És láttad ezt? Már a kutat vagy engem? Nem téged. Engem. Beálltam, és annyi hozzátartozik pluszba a történethez, hogy én, és most itt a zsebemben itt is van, egy ilyen kártyás autóval járok, azaz nincs kulcs hozzá. Hozzá voltam szokva, hogy csak így a zsebben van laposan. És akkor viszont előtte lévő karácsony estén összetörtem a kocsimat Pesten, épp befejeztem a karácsonyi futkosást, utolsó momentumként ez még bejött. Így indult, és így egy a javítás idejére egy csere kocsival szaladoztam, amíg tudtam. És hazafelé jövet, beálltam tankolni, de hát a vízhajtóm, amelyet reggel 7 óra körül szoktam bevenni, 11 körül már 6. És így a Jeffy fizetés után bementem az ottani férfi új WC-be, és azért nem mondok illem helyett, mert hogy az illemnek miköze a WC-hez, azt a mai napig nem értem. Ott abszolút illetlen dolgok történnek. És miután fizettem be a WC-be, és mivel így le volt ragasztva a férfi új budoár, vagy minek mondják, így bementem a fölhajtósba. A melegítő, ami rajtam volt, elég laza zsebbel bír, úgyhogy miután mindazt elvégeztem, amiről most nem óhajtok beszélni, szembeállva persze, ez nem egy háti megülés volt, hogy értsétek, megnyomtam a gombot, és ebben a pillanatban a cserekocsi kulcsa beleesett a WC-be. És eltűnt. Úgy, hogy soha többé nem láttam. A kocsi kint lezárva, én bent kizárva, és oda megyek Lacihoz, aki épp akkor csináltatta a fogait, körülbelül 4 volt neki meg, arra szerelték rá a többit, mondom, Lacikám, baj van. Szerintem, mi baj van? A kulcsomat lehúztam, hogy szerintem, nem mondod, nem mondom, igen. Azt mondja, semmi baj, kívül van az akna, felszedjük a fedőt, és oda kivitte a víz, az ott elakadt. Kimentünk, levette az aknafedőt, és azt színik volt az előző 50 év lerakodásával. Termése. Papír és szar vegyesen, hogy rövidre fogjam a dolgot. Na, ezt kellett nekünk átjárni, ha kulcshoz akartunk jutni. Mondom a Lacinak, te Laci, ez kézzel nem megy. Azt mondja, gondoltam, hozott egy rövid nyelű lapátot, meg egy hosszút, és mivel ő lelkesebb, a hosszú jutott neki, így én közelebb kerültem a szarhoz. Elkezdtünk túrni, és óvatosan minden falatot átrágva, hogy a kulcshoz úgy juthassunk, hogy sejtésünk volt, hogy arra folyik tovább, akkor ennek ezen a vonalon kell lennie. A kulcs sehol, mondanom, de már fele trutyi át lett takarítva. Berohantunk a WC-be, biztos elakadt a csőbe, Laci nyomta a női WC-t, én a férfit, egyszerre Laci és 1-2-H, mint az egy, zsügy! Kiszaladunk, víz ki, kulcs nincs. Mondom, ezt nem hiszem el. Azt mondja, semmi baj, van 2 vödör. Hozott 2 vödröt, addigra megtelt a tartály, egyszerre öntjük bele, és lenyomjuk, hogy sok víz, cunami. Megnyomtuk, bele a vödörvizet női férfibe, zúgy, kiszaladtunk, kulcs sehol. Közben a lelkes pécsiek sortáltak a mosóhoz. És ott ki van írva, hogy 3 perc alatt egy kocsi mosva. Az akna és a kocsi között volt 1,5 méter. És ugye 3 percenként megy előre egy kocsi, de egy mindig megállt mellettünk.
Jó napot, művész úr! Boldog új élet kívánunk! Mit tetszik? Semmi, túrjuk a szart! Odébb álltak, röhögtek, jön a követke. Jó napot, boldog új, mit csinál? Túrjuk a szart! És így mentek 3 perceként, mi még mindig kapartunk. Azt hittem, soha nem lesz vége. Végül elmentek a mosós fiúkért, és azok hoztak valamilyen hosszú rudat, és azzal az se sikerült. És ezer változat, de mindenki boldog új évet kívánt. Mondtam, közben hívom a nyitrai cég egyik emberét, azt mondja a felesége, Pálmai Miklós felesége, hogy éppen a kórussal énekelni van a Miklós. Mondom, kösz, leteszem. Hívom a másik palit, azt mondja, én az apja vagyok, vadászni vagyunk, elcseréltük a telefont. Mondom, kösz szépen, le. 3. hívom Migács Attilát kikapcsolva. Otthoni szám, tudakozón keresztül végre fölveszik, Attila bement, elhozta a tartalékkulcsot, ami a cserekocsihoz járt, és azzal én hazamentem, a kulcs sehol. Már az M7-esen jártam délután, mikor indultam már föl Pestre, úgy Fehérvár körül hív a Laci, azt mondja, kihívtam a szarkommandót, megvan! Mondom, hol volt? Azt mondja, ott volt, csak 10 centire balra. Nem akarta követni a folyás irányát, bement abba az adagba, amit mi nem bányáztunk át. A kulcs meglett, és én azóta, hát ennél több röhögést is hozott már ez az elbeszélés, mert ha valaki beleképzeli magát, hogy egy karinti gyűrűs, többszörösen kitüntetett pali nyakig a szarba az új év reggelén, azért nem mondok más szót, mert itt nincs más szó. Annak egy kicsit vidámabb kedve szokott lenni, de hozzátesem, slusszpoén nincs, de slusszkulcs van. Most elmondom, hogy én voltam az egyik bőszpécs, aki ott állt a mosóhoz. Nem mondod? Igen, csak nem mertem mondani. Egyrészt nem mertem, azt hittem valami kamera van valahol. Tehát én... Hogy ez kandi kamera. Igen, hogy Jézusom és a Mária. Mert hát mondom, tévében így nem akarok szerelni, hát nem zavarom meg a mutatványt, mondom. Azért is ezt a történetet meséltem el, mert egyrészt ebből nagyon nehéz úgy dalt csinálni, hogy ne szar legyen. Tehát ebből jó dalt nem lehet, csak szar. Már könnyítek a dolgot. Nem tudjuk elszúrni. A mai vendég, hogyha azt mondom, hogy Krumm Ádám, akkor sokaknak jut valami az eszébe, sokaknak nem jut semmi az eszébe, de biztos vagyok benne, hogy ha meglátják, akkor mindenkinek fel fog tűnni, hiszen rengeteget szerepel tévében, reklámokban, sorolhatnám. És egy kicsit a pikantériája az, hogy nagyon ismeri a bandó gondolkodását, hiszen jelen esetben is együtt játszik a Géza gyerek című drámában, tehát itt a 3. színházban, tehát a jól tudom, akkor ők tegnap is tehát együtt játszottak. Krumm Ádám! Kerülgetem a forgácsot, a forgácsot. Hát Ádám! Igen. Kerülünk egy dalt egy történetből, amit most próbáljunk meg összefoglalni. Mi a történet? A bandó szarba turkált. Ez egy jó. Azt lehet beleírni? Lehet ilyeneket is? Hogy nem lehet. Szarban van a bandó. Nem lehet, de... van a bandó. Nehéz lesz kikerülni. Uh-huh. Mi szerintem legyen ámol, édúr, ámol, édúr. Szerintem legyen valami ilyesmi, hogy... Legyen egy felszólítással, indítsunk gyakorlatilag, tehát verbálisan, hogy... Várj, étkezésekkel, tartsuk be a sorrendet, jó? Mit evett, azt lehet tudni? Hogyne, nagyon melegen van.
Igen, először marha pörgöltet, mert annak meg az volt a lényege, hogy jött haza előadás után, és betért egy szállodába, gyorsan rakjanak neki volt össze egy kaját, amit hazafele megesett a tehát így vezetés közben. És az első csomagban csoma voltak neki pörgöltet nukedlival. A második csomagban volt saláta ilyen ötettel, amit szintén nem, a harmadikban pedig somlói galuska. Csak éppen evőeszköz nem volt, és így egy hátvakaró volt a kocsiában ilyen. Ja, igen. Ez na, és akkor azzal kezdett el csipegetni. Az jó. Ja, de miközben, igen, csak nem út közben, hanem amikor elakadt a hóba. Esett a hó, ment a bandó. Az esik a hó, megy a bandó. Jó? De ne arra rímeljem, hanem miért? A sor végére jó. Rímeljem. Jó? Nem? Ha esett a hóra, a tahó is. Esett a hó, jött a tahó. Most mit szól ehhez a bandó? Hát ez kit érdekel? Hagyjunk neki az égen, esik a hó, megy a bandó. Hát ez ilyen Mikulás óta. Megy a bandó. Nem megy, jön. Jön. Jön, ugye? Jön. Na majd kihúzzuk. Jön a bandó. Természetesen a dallamot, ez igen, olyan dallam kellene legyen, hogy... Aztán majd nektek is kitalálunk, nem sok mindent, nyugi, csak még meg kell keresni. Esik a hó, jön a bandó. Mikor volt ez? Tavaly elő? Két éve. Januárban lesz két éve. Na ezt énekel. Januárban lesz két éve? Januárban lesz 2006. Akkor repet kell csinálni belőle. Azt közben lehet a koszulni. Esik a hó, jön a bandó. 2006. Fagyos felé. 2006. Fagyos felé. 2006-ban nagyon rossz. Nagyon szar tél volt, igen. Nem, nagyon enyhe. Ezt a kifejezést ne használni. Enyhe telé. Ne csépelj. Nagyon jó. 2006 enyhe telé, jó? Majd... Ha nem jó, esik a hó, jön a bandó? Igen. 2006 enyhetelén. Olyan történet mennyiség, mint amit például Boncz Gézával megesetett. Velem azért nem esett meg, mert én az életemet precízebben élem. Azok, akik ilyen eltökélte mennek a maguk útján, kevesebb dologgal találják szembe magukat. A Boncz Gézát mindig autóba vitték, mindig ihatott, mindig történt vele valami, és az agya is olyan volt, hogy a hétközi órákra, napokra adta ki magából az élete legpoénosabb dolgait. Én meg olyan vagyok, aki otthon emészti magát, hogy megírjon valami nagyon jót, megdolgozik érte, majd elviszi a színpadról, elmondja, és a magánélet az megint kívül van zárva ebből. Úgyhogy Boncz Gézáról most tudtam volna 10 olyan történetet mondani, amiben maximum 2-ben vagyok érintett, és a többiben nem. De a saját történeteim azok, hát hogy majd össze tudtam volna szedni mondjuk 10 történetet. De ahhoz képest, hogy 35 éve lépek föl, és 16 ezer alkalommal mentem nézők elé, és megtettem 1.600.000 kilométert, és az életben is benne voltam, ahhoz képest kevés a történet. De visszamehettem volna akár a köműves időszakomba, de lehet, hogy mindegyik másik hosszabb lett volna, vagy esetleg... Ez most egy izgalmas, amit elmondtam talán, és a másik, hogy hát nyilván, mivel itt szókimondónak kellett lenni, ebben az interjúban kérem az elnézését a közönségnek, nagyon nehéz a szar helyett kakit mondani, csak a unokámnál lehet. Ki talált ezt ki? Ki volt? A közönség. De énekled. Közönség. Tessék? És akkor én ráplébekelem, jó? Jó? Megnézzük? Mert ez nekem nem fog menni, jó? Nem fog menni? Na, a szaftal belebukol. És mit fogsz helyette ejteni? A partikulát.
Csak ne visszafelé mondd, így szépen. Gyakorlatilag. Szaftok, jó? Jó? Hiányzik még két sorunk. Tehát ott tartunk, hogy nyári gumi tükörjégen, a szaft lötjen a nyakamba éppen. Igen. És akkor mi történt? Hát kijöttek a hókot rók. Kijött be. Lenyitom az ablakom. Orrom az ablakom. Bandó orra. Bandó orra az ablakom? Micsoda? Ablakom kívül. Vagy de a azt nem értettem, arra emlékeztetek, a hókotró miatt dugta ki a fejét? Igen, mert mutatta, és éppen csukta az mutatta, hogy merre menjenek, és akkor megnyomott egy gombot, és akkor az óra az úgy... Ha. Hát akkor ezt felorrolt, belerett az óra vére. Kevés lesz az óra bére. Minek esel hóba éve? Hát ez jó. Minek eszel hóba hébe? És akkor ezzel eleved. Ki csak eszik hóba hébe, elered az órad vére. Igen. Minek eszel hóba hébe, elered az órad vére? Nem, ki csak eszik hóba hébe, elered az óra vére. Honnan a nyári gumi tükör égen, jó? Nyári gumi tükör égen. Hóba hébe. Minek eszel hóba hébe, ha elered az orrod észre? Bandó, 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 bandó. Jó, az első verszak megvan. Jó, hogy... Ha lehet azt mondani, a közönséggel együtt ünnepelhetek. Eleve jó az, hogy az ember idáig eljut úgy, hogy többen mondják azt, hogy nem látszik rajtad, meg hogy kortalan vagy, meg te 60, meg minden, mint azt, hogy hú, basszus, hát megöregedtél. Ez azt is jelenti, hogy az ember még büszke is rá, de közben azért ott van az abszem, hogy hát a kevesebb van már csak hátra. Tehát ha belegondolsz, tök mindegy, hogy valaki 60 évesen jól néz ki, vagy nem, féltem az életet, már tudom, hogy mit hagyok itt, hogyha belepusztulok abba, amit egyébként ennyire imádok, de nem a haláltól félek, hanem inkább attól, hogy ebbe a sok örömbe, amiben eddig részem volt, később már nem lehet részem. Na, de előtte se volt, utána se, ez a pici az, ami jutott. A másik pedig, hogy az van bennem, hogy próbáljuk meg úgy nézni a dolgot, hogy csak mi földi emberek, és állatok. Ez az itt élő élőlény csoport veszi észre, hogy van nappal, éjszaka, és egyébként nincs. A világűr egészében, vagy világos, úgy egész, az egész űrt kozmoszt illetően, vagy sötét. Nincsenek váltakozások, mert nincs, aki lássa. Ezt csak mi látjuk, mi érzékeljük így. Ezt az érzékelést fordítjuk át arra, hogy van nappal és éjszaka, eltelt egy nap, aztán eltelt egy év, és eltelt 60 év. Na most ez alatt úgy is vehetjük, hogy szinte nem telt el semmi. Itt vagyunk ebben a milliárdos évmennyiségben, a mi mércénkkel mért évmennyiségben úgy, hogy közben a világűr egészében nem változott semmi. Ahogy egy hangya megszületik, majd fölzabálja valami, ahogy egy kígyó vagy sikló odadobja az életét annak, ami éppen elkapja, ugyanúgy mi is elherdáljuk majd az életünket. Itt voltunk, és na most erről így beszélni, ugye milyen filozofikus, bölcseleti, meg egyszerű minden, nem mindenki látja így, de most, hogy beszéltünk róla, talán más is végig gondolja, de egy biztos, hogy az itt létünk alatt még akkor is nyomot akarunk hagyni, hogyha pontosan tudjuk, hogy ez a nyom egy adott idő múlva semmivé válik a Földdel együtt. Most jön a szaros történet. Ha csak úgy nem. De írjuk meg, nem írunk ide egy refrént? Hát valamit jelenképp. Ez a bandó refrén, nem? Bandó, 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 bandó. Úgy van tovább? Nagy bandó, 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 nagy bandó, bandó, jó nagy bandó, bandó, jó nagy bandó. Ennek vége ez igen nagy. Hű, de nagy bandó. Nem gyorsítani kéne, mert elhúzni egy picit. Bandó jön tele a vízhajtóval, bajban van megint az acskóval. Nem tudom, ezt már így meg kéne rázni kicsit. Ezt ő is érzi, ez is számzik. Nem? Ha már történik. Hű, de bonyolult.
megint bajban van az acskó. Jó? Igen, de mit írjunk elé, mert ez a második. Itt az, itt az új év jön a bandó. Megint bajban van az acskó, mindig. Igen, ragaszkodjunk ehhez. De a már ott van, hogy mit talált. Nem értitek, amit gágogok, nem? Gágog még egyszer? Tehát mert itt jön a második része, már most megírjuk ezt, amikor belesett a kulcs a zemésztőbe. És ott ugyanúgy, mint az elején, az úgy indult, hogy esik a hó, jön a bandó, 2006 enyhet elén jön a... Esik a hó, jön a bandó, most már nagyon enne szegény. Itt az új év, jön a bandó, dolgozik már a vízhajtó. Itt az új év, jön a bandó, és amit mondtál, hogy... Mit tudom én megint már? Bajba került megint az acskó. Bajban van... Nem, mi volt az acskóban? Megint gondban van az acskó. Megint gondban van az acskó, jó? Nem, mert elég gondunk lesz úgyis. Nem jó. Utána azzal a... Nem jó. Nem? Itt az új év, jön a bandó. A szerencse... Forgat. De jó. Feszül a hólyag, nyílik az ajtó. Feszül a hólyag, nem tudom. Nyílik az ajtó. Feszül a hólyag, csapódik az ajtó. Milyenkor van a hullámvörgy? Gyula, mit írjunk ide? Tessék? A vízhajtó. No. Strófád? Persze. Hát azt mondjátok, hogy a bandó haza akart menni, akkor miért nem mondjátok azt, hogy a bandó most hazamenne, de Szederkőben várja át egy kis csapata a pincébe. Ez nem rossz. Szederkény. Ez jó, mert szorosan összefügg a történet. Ami nagy terv, hogy német vagy olasz nyelven adjuk már ki végre a Sosem volt Toszkánát. Most már három helyről is bombázom a fordítókat, hogy dolgozzanak ezen, szinopszison és részleteken. Ez, mondhatom, hogy a versek mellett a legnagyobb könyvsikerem. András könyve is 4 kiadást ért meg, de ez már 5. tart. És mint első regény, 5 kiadást és 15 000 példányt megérve, mondhatom azt, hogy ennél jobbat írni nagyon nehéz lesz már. De biztos, hogy tudok, mert mindig az utolsót érzi az ember, a boríték az is egy nagy show lesz, szóval ha lehet azt mondani, hogy nagy show, de annak, aki olvasni fogja, két oldalról indítható könyv, és a közepe mind a két olvasó számára ugyanaz. Nagyon érdekes. És a kétféleképp megírt történet hozza majd a közép véget. Egy borzasztó érdekes könyv lesz már küllemében is. Na most ugye az ember ezeket elmondogatja, és azt mondja, hogy a Sosem volt Toszkánával már elérhettem azt, hogy tétel lett a tanárképzősöknél Szegeden, hogy a pécsi, szegedi orvosegyetemisták tananyagként, szinte ajánlott olvasmányként használják, és az András könyvét is tanítják már egyetemi szinten, részleteibe, egészét beadták, szinte ajánlott olvasmányként, hogy ha a többi könyvet is mellé rakom, és azt mondom, hogy 7 év alatt közel 20 könyv pörgött ki belőlem, és itt tervezgetek még akárhányat, ez mutatja azt, hogy hosszú életre rendezkedtem be, 1-2, mutatja azt, hogy félek attól, hogy nehogy rövidebb legyen. Minden benne van, azaz borzasztó nagy az igyekezet bennem, az akarás, a sorsa, hogy nyom előre, és ugyanakkor abszolút félelem nélkül, mert azt mondom, hogy olyan nagy batyút hoztam magammal, hogy nekem ezt ki kell pakolnom, addig én innen nem mehetek el. Csak hogy hányan volt a Kosztolányi Babics, nemrég meghalt Juhani Nagy János barátom, vagy a Nagy Gazsi, tehát sokan Őrsi Pista, akik még meséltek volna, és egyszer csak nincsenek. A helyzet az, hogy bebogy. Mi van már ma veled, drága? Vele? Igen. Mi lenne? Hát semmi. Nem, művészileg kiürül. Művészileg. Igen, nem. Szar. Ja, szartémával nem foglalkozunk. Szartémával nem foglalkozunk? Hát elég nehéz szájba menni. Feltúrjuk az összes cuccot. Az egész cuccot. Nem összes cuccot. Hanem? Egész cuccot. Na mondom én. Az egész. Feltúrjuk az egész truttyot. Truttyot. Az egész de trutyot. Akkor is egész. Nem össze. Persze, ne végezzünk fél munkát, szerintem. Az egész trutyot. Egész. Az egész, feltúrjuk az egész trutyot.
itt kéne való befejezni, nem írjunk már két sort, és akkor kész. Szaga is van, állaga is. Négy sor kell. Ja, kell az a... nem kell négy. De. Négy kell? Azt kell, hogy az 50 pécsi boldogan vár. Nem. 50 pécsi boldogan néz. 3 percenként boldog évet. Látod, Bandó, ez a siker. Pont nem lenne még szép, kár, hogy derékig. Látod, Bandó, ez a siker. Szólj bele. Hát, ha már itt tartunk, ki lehetne írni, hogy mély szarcsak is. Hogy találjuk a feltárjuk az egész, feltúrjuk az egész trutyot. Látod, Bandó. Mindenki boldog új évet kíván. Kár, hogy ki se látszol a trutyból. Látod, Bandó, ez a siker. Na, ma, ez már vagy le jó. Mit csinálsz? Ki se látszol az aknából, minden pécsi téged bámul. Jó. Azt előjük. Micsoda? Ki sem látszol az aknából, minden pécsi téged bámul. Valami olyasmit kéne, hogy... Mit csinálsz a karinti valamit kívülvel? Úgy kéne fölvezetni, hogy az jöjjön ki rá, karinti is volt már szarba. Igen, igen. Jó. Ezt most megírtuk egy dalba, kicsit karinti büdös, is kicsit volt barna. Karinti is volt már szarba, ezt kapta. Karinti is volt már szarba, ezt kaptad most megint egy dalba. A Nati tényleg önállóan megáll a maga lábán. Más kérdés, hogy, hogy van egy olyan része a dolognak, hogy mivel a Lárpullár idején ők fiatalon egy elvarázsolt kastélyba került, itt vagyunk mi négyen, sztárok, 10 éven keresztül, ma is visszasírják azt a Lárpullárt, sokan, hogy az volt az igazi, legenda csak egy van, és ők akkor belevitték a Natit egy másik világba, ez az elvarázsolt kastély. Hogy tudnélik, a mindennapok gondjaival neki nem kellett megküzdenie, de mégis keményen megküzdött azért, hogy a tartása megmaradjon, tudása legyen, nagyon olvasott, okos, értelmes. Tehát mondhatom azt, hogy a szőke lányok közül nem a hajával emelkedik ki, ha szabad ezt a mondatot itt elsütni, és aminek legjobban örülök, hogy annyira visszahúzódó a magánéletében, és olyan szerényen viselkedik mindenütt mindenkivel, hogy 1000 visszajelzés érkezik mindig, hogy imádjuk a lányodat. Szóval ezt mikor elmondják egy olyan nőről, aki befutott, akit Darvas Iván, mikor meglátott a bomban, ő azt mondja, hogy az a te lányod, hát ez egy csoda, hát imádnám, korom szerint. És akkor ment volna Nati után, nagyon szerette ő is, hát többen mások. Jó énekes titán, egy kis meglepetés. Ez minden előadás előtti. Lánykori nevemen Villás Targoncának hívnak. Nos! Thank you.
Hű de nagy van. Itt az új év, jön a bandó. Dolgozik már a vízhajtó, dolgozik már a vízhajtó. Itt az új év, jön a bandó. Mikorok a WC ajtó, mikorok a WC ajtó. Elmerül az autó kulcsa, ez a helyzet igen furcsa. Hol találjuk meg a kulcsot, feltúrjuk az egész trutyot. Ki sem látszol az aknából, kicsi bűnös, kicsi barna, de Karint is volt már szarban. Hű. Szabad egy csókot hintem? Valakinek szabad. Köszönöm. Édesem. Nem volt kedves. Nagyon közel lakom. Köszönöm. Nekik is. Nekem a szar hiányzott. Próbáltuk kerülni. Csak a végére hagytuk egy kis kicsit benne. Igen, igen. Nagyon rendben van. Aranyos. Mi az, hogy aranyos? Arany lemez. Arany eres lemez. Pláne. Sziasztok! Viszont látásra! Hello!